Még 2022. április elején tett feljelentést egy sárpilisi férfi. Az interneten eladó rakodógépet szeretett volna megvenni, a hirdetővel meg is egyeztek az árban, és át is utalta az előleget. Az eladó ezt követően elérhetetlenné vált, így a férfit 700 000 forint kár érte. Néhány nappal később a sértett lánya is jelentkezett a rendőrségen. Elmondta, hogy egy ismeretlen férfi telefonon hívta fel és megzsarolta. Azt mondta, a 10 millió forintot nem utalnak, akkor őt elrabolják, illetve az édesapjáik megölik. Aztán pár nappal később, amikor a rendőrség már nyomozást indított zsarolás büntette miatt is, tanúként hallgatták ki a nő férfi testvérét, aki elmondta, hogy őt is hívta egy ismeretlen férfi, tőle 5 millió forintot követelt. Természetesen ebben az esetben sem utaltak pénzt. A szekszárdi rendőrök eljutottak egy 28 éves nyírbátori férfihez, akinek lakhelyén kutatást tartottak. Ott számos a csalással kapcsolatos bizonyítékot sikerült lefoglalniuk, valamint drogot is. A 28 éves nyírbátori férfit letartóztatták, ő azóta is börtönben van. Társa volt egy 18 éves nyírkátai nő, aki az élettársa, illetve egy 33 éves nyírpilisi férfi. Ők úgy vettek részt az ügyben, hogy ismerőseik adatát felhasználva különböző távközlési szolgáltatóknál előfizetéseket vásároltak, és az így megszerzett telefonszámokat használták a csalásokhoz. Mást arra vettek rá, hogy különböző bankoknál saját névre nyisson számlát, ahová utalhatják a csalásból származó bevételt, cserébe kisebb-nagyobb összegeket fizettek a számla tulajdonosnak. Kiderült az is, hogy néhányan kaptak csomagot, de az hamis volt, azonban a többséghez az áru nem érkezett meg. A társaság összesen több mint 4 millió forinttal károsította meg a mit sem sejtő áldozatokat. A trió tagjainak zsarolás és csalás büntette, valamint kábítószer birtoklás és személyes adattal visszaélés vétsége miatt kell felelnie.